Gubás Gabi alakítja Dobrev Klárát a 2006-os összödi beszédről és az azt követő eseményekről szóló politikai krimiben. A színésznő úgy fogalmazott, most, hogy leforgatták a filmet, úgy látja, nála volt a legjobb kezekben Dobrev Klára szerepe. Azt viszont még mindig nem lehet tudni, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt kialakítja a filmben. Elképzelhető, hogy erre az október 21-i bemutatóig várni kell. Érdekes, hogy amikor elolvastam a könyvet, mindemellett, hogy nagyon jónak találtam az írást, mégiscsak az fogalmazódott meg bennem, hogy elsősorban emberekről szól, és éljenek bárhol ezek az emberek, vagy legyenek bármilyen oldalon, álljanak bármilyen oldalon, mindig a cél szentesíti az eszközt. Csak nem mindegy, hogy mi a cél, és mi az eszköz.